Így nézett ki az a tornaszoba, amelyet 2018 nyarán építettek ki a Búzaszem nyugati óvoda székhely intézményében. Emellett többek között új szigetelést, nyílászárókat és burkolatot kapott az óvoda, megtörtént az akadálymentesítés és a fűtéskorszerűsítés is. A teljes kivitelezés közel 125 millió forintba került. Ez volt a legnagyobb tétele annak a toppos 700 millió forintos projektnek, amelynek keretében összesen 6 önkormányzati óvoda korszerűsödött. A Búzaszem és a Tündérkert óvoda két-két intézménye, a Gyermekek háza déli óvoda, valamint az Eszterlánc északi óvoda egy-egy intézménye tartozott a programba. Ezek igényelték a legtöbb felújítást, és hát ezeknek a korszerűsítése vált aktuálissá, és ezekbe valósult meg többek között tornaszoba is, ami ma már alapvető követelmény az óvodáknál. Azt kell mondanom, hogy különben a városban minden óvoda és bölcsőde előbb-utóbb sorra kerül és felújításra kerül. Például ez a projektnek ez az hatóvoda az első üteme, de további kettes és hármas ütem is van folyamatban a városban, amiben a kettes ütemben 10 óvoda újul meg, korszerűsödik, a hármas ütemben 7 óvoda és egy bölcsőde, ami modernizálódik. Emellett az eszközbeszerzés is fontos szerepet kap a fejlesztésben. Az óvodák igényeinek megfelelően gyermekfejlesztő és udvari játékokat, sporteszközöket, konyhai és háztartási eszközöket, informatikai eszközöket, óvodai textileket és bútorokat szereztek be 60 millió forint értékben idén október végéig, amelyek már a második ütemhez tartoztak. A kettes ütemi felújítások azok az idén nyáron kezdődtek el, és most október-novemberben le is záródnak. Még ezeknek a projektekben az eszközbeszerzések vannak még folyamatban, de már ezek is lezárásra kerülnek. A hármas ütem is már valami elkezdődött, és folyamatban van. Valamilyen beruházás, ez csak 2020-ban valósul meg közbeszerzési problémák miatt, de eznek is terve van a befejezése és végrehajtása. A kettes ütem teljes összege több mint 550 millió forint, amelyből 31 millió forint volt például a Koszorú úti óvoda energetikai korszerűsítése idén nyáron.